Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Qubit Podcast innen az Euronews stúdiójából. A mai vendégem neve lehet, hogy sokaknak nem fog ismerősen csengeni. Prince Gyuláról van szó, aki infektológusként dolgozott több mint 40 éven keresztül a Szent László kórházban. Szerintem elég érdekes szemléletmóddal tudja megközelíteni a jelenlegi járványhelyzetet, vagy éppen azt az úgynevezett betegségek korát, ami sok kutató szerint előttünk áll. Hát most egy infektológusnak lehet, hogy ez a kánoán szakmailag ez a mostani helyzet, vagy éppen aggodalommal követte a híreket már februártól kezdve, amikor felröppentek az első hírek, sőt, talán már januártól kezdve. Hát én nagyon korán értesültem erről a új fejleményről, mert évek óta kapom a számítógépembe egy PubMed-nek a értesítéseit, bármilyen járványos esemény van a világban. Tehát naponta van, hogy 2-3 értesítés jön. Tehát nagyon korán értesültem róla. Vissza tud emlékezni, mi volt az első reakciója, amikor olvasta, hogy mi történik Wuhanban, fejéhez kapott, és azt mondta, hogy úristen, Magyarország is erre a sorsra jut, vagy akkor még legyintett, hogy lehet, hogy úgy is kordában tudják tartani, mint mondjuk korábban a SARS vagy MERS járványt. Hát, ha fel akarom idézni, kezdetben az volt nekem is az érzésem, hogy ez ott marad. De nagyon rövid idővel később már érződött az, hogy ez nem fog csak Kínára korlátozódni, hogy lesz a világjárvány, vagy hogyan alakul ez a világjárvány, ezt az ember nem tudta érzékelni, de hát nagyon-nagyon-nagyon korán bele is vonottam ebbe a kérdésbe, de csak távolról, ami nekem eléggé olyan értelme fájdalmas, hogy betegek közelébe, különösen a tavaszi időszakban szóban nem jött, hogy egy 70 éves ember a betegek közelébe menjen. Most is inkább, tehát közvetlen a COVID-19-es betegek ellátásában telefonon veszek részt, és nem úgy, hogy közvetlen oda megyek a beteg ágy mellé, ami hát nekem nagyon hiányzik, mert az embernek minden döntését, vagy minden tanácsát, és annak a hatását csak a beteg ágy mellett tudja levérni, hogy jót szóltam, vagy nem jót szóltam. Ez hogy működik a gyakorlatban? Nagyon érdekel ez a része, mert ön ugye egy nagyon-nagyon tapasztalt infektológus, nyilván ránézésre is rengeteg mindent meg tud ítélni kapásból, de ilyenkor mondjuk a rezidensekkel tartja telefonon a kapcsolatot, akik aztán közvetítenek önnek, vagy hogy néz ki ez most különösen egy ilyen leterhelt helyzetben, mennyire lehet az információkat oda-vissza passzolgatni egymásnak az orvosok között? Közvetlenül a COVID-os betegekkel kapcsolatban, ugye hát egyrészt az embernek van a személyes tapasztalata azokkal a fiatal kollégákkal, akik ezeket a betegeket ellátják, és ahogy referálnak, ahogy ők megfigyelik a beteget, ebből lehet következtetéseket levonni. Más esetben, tehát akik nem COVID-osok, ez a furcsa szokása van az embernek, hogy nagyon szeretek oda menni a betegek mellé, mert én azt gondolom, hogy ha jól is referálnak, tulajdonképpen az ember egy picit mást vesz észre a beteggel, és a beteggel olyan kontaktus, olyan kérdéseket tud föltenni, ami esetleg a őt ellátó orvosnak nem jutott eszébe. Általában, hogyha olyan szakemberrel beszélgetek, aki a COVID kapcsán gyakran elő szokott kerülni, mint név, akit meg lehet kérdezni szakértőként, szinte mindig előfordul, ez nem csak nálam, más újságírók is ugyanezt a kérdést szokták feltenni, hogy mennyire lehetett ezt előre látni. Ezt csak azért nem teszem fel önnek ezt a kérdést, mert egy idézetet szeretnék önnek felolvasni. Ezt ön mondta, hogy a modern infektológia nincs kellő súlya jelen, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a jövő egészségügyi szempontjából kardinális kérdést jelenthetnek. Ezt 2011-ben mondta még a Széchenyi elnézést a Semmelweis terv indulása kapcsán. Ezek szerint ez beigazolódott, vagy azt lehet mondani, hogy oké, hát vártunk itt 10 évet, aztán az alatt csak történik valami, ami elég súlyos, és lehet mondani, hogy én ezt már megmondtam. Az a helyzet, hogy ugyanez egy fertőző betegség, és tulajdonképpen az első megközelítésben a fertőző osztályokra
hárították, vagy szerették volna hárítani az ellátást, de ez egy sokkal komplexebb betegség. Tehát ugye egyrészt minden szervet érint, és a másik oldalon pedig a borzasztó fontos az, hogy az ezerszer hangsúlyozott hajlamosító tényezők, tehát cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegségnek a magas szintű szakmai ellátása is szükségeltetik, ami mondjuk, ha csendesen csordogálna ez a járvány, és azon a 10-20 fertőző ágyon kellene ellátni, akkor is problémát jelentene, hiszen a 10-20 fertőző ágy nem erre volt kitalálva az elmúlt évtizedek során, és szépen le is épültek ezek a fertőző osztályok, és nincsen mögöttük olyan például invazív kardiológiai kapacitás gyakran, ami ezeknek a betegeknek a magas szintű ellátásához szükségeltetik. Most ebben a periódusban, amikor már sokan vannak lélegeztetőgépen, illetve egy részük csak intenzív osztályon, előkerülnek ugyanazok a problémák, amik a kórházi fertőzésekkel kapcsolatosak. Tehát ugye, ha valakit két héten keresztül lélegeztetőgépen tartanak, vagy hát így kell átsegítsék a tüdőkárosodáson a betegeken, óhatatlanul megszerzik a kórházi fertőzéseket. És akkor már megint infektológia, de hát kérdés az, hogy ezek az intenzív osztályi fertőzésekbe jelenleg hány hadrafogható infektológus vonódik be, és hogyan zajlik ennek a menedzselése. Tehát ez egy ilyen szempontból szakmailag problémás dolog lehet. Hány vonódik be, vagy hány vonódhat be? Mert azért korábban egy másik interjúban olvastam önnel, hogy nagyon aggódott amiatt, hogy viszonylag szűk az utánpótlás az infektológus. Nagyon szűk az utánpótlás, nem gyarapodott ez tulajdonképpen. Finoman fogalmaz. Tehát arról van szó, hogy az egész szemlélet az abból alakult ki, hogy hát a fertőző betegségeket letudtuk a védőoltásokkal, remek antibiotikumaink vannak, gyakorlatilag ez a kérdés le van tudva. Na de hát mondjuk a magyar lakosságnak a magas átoltottsága a hagyományos fertőző betegségekkel kapcsolatban olyan szempontból biztonságot teremt, bár azt kell mondanom, hogy amikor Romániából importálnak egy kanyaró fertőzést, akkor már rögtön egy kicsit recseg-ropog a rendszer, mert kiderül, hogy élnek velünk olyanok, akik nem voltak beoltva kanyaróra, nincs meg a elkülönítési lehetőség rögtön, szóval és egy pici kapkodás már a kanyaró kapcsán ugye az elmúlt években érezhető volt. De egész más a helyzet egy olyan új kórokozóval, amiről egyrészt keveset tudunk, most egy év után, vagy közel egy év után a tudományos zaj ellenére sem látunk egy csomó mindenben tisztán, és ennek a súlyos lefolyású betegek esetében pedig hozzájön az, ami a kórházi fertőzésekből adódik. Na most ugye, hogyha a fiatal infektológusok, akikkel én kapcsolatban vagyok még, hát azok éjt nappal téve dolgoznak a magukon a COVID osztályon, tehát nem adnak most konziliumot történetesen a mondjuk olyan városnak a intenzív osztályán, amelyik városban nincsen infektológus. Tehát, mi történik ott most ezeken a helyeken? Mert azért feltételezem, hogy nagyon sok fertőzés így sem szorul vissza, vagy vannak olyan helyzetek, amivel a mai napig is foglalkozni kellene. Tehát jó, most mindenkinek a teljes erőbedobása a COVID-19 ellátására szorítkozik, legyen az enyhe, középsúlyos vagy súlyos eset, vagy pedig éppen intenzív osztályi ellátást igénylő. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyenkor az ember nem tudja kidugni a fejét a vízből, és azt mondani, hogy most hát akkor még akkor foglalkozunk azzal, hogy végén milyen volt az elmúlt év, nyugat-nílusi láz szempontjából Magyarországon, vagy volt-e egyáltalán Magyarországon ebben az évben túlarémia, vagy stb. Tehát az
azok a fertőző betegségek, amik jelen vannak, és potenciálisan jövőben is jelen lesznek, ami egyébként a tradicionálisabb infektológiához tartozik, ezek most úgy háttérbe szorulnak. Nyilvánvalóan most is kaphat valaki szalmonellózist. Igen, tehát, hogy a figyelem szorul háttérben, nem pedig a kórokozók ebből a szempontból. Igen, de hát kimeríti, azt hiszem, a jelenleg, de hát ahogy a sajtót is kimeríti, az, hogy ahova nyúl az ember Covidról olvas, tehát... Akkor hagyjuk szerintem is most a Covidot egy időre. Nagyon sok kutató hívja fel arra a figyelmet, és erre a lakosság iránya is most egyre jobban ráirányul a jelenlegi helyzet kapcsán, hogy azért a fertőző betegségek kora jöhet el újra, vége lehet esetleg annak az aranykornak, amit mondjuk a 20. század közepétől éltek át a szakemberek, hogy a fertőző betegségeket sikerült amennyire csak lehet eradikálni, vagy legalábbis visszaszorítani. Pál Csabának volt erről nemrégiben egy nagyon izgalmas beszélgetése. Vagy ha arra gondolunk például, hogy november 18-án volt az európai antibiotikum fontosságára felhívó kezdeményezés, az antibiotikumnap, hogyan ítéli meg, mik azok a fertőzések, mik azok a betegségek, amik COVID mellett nagy súlyt kellene, hogy kapjanak? Én nagyon hiszek abban, hogy egy világ, egy egészséget, ez a One World, One Health, ez nagyon jól összefoglalja a jelenségeket ezen a téren a világban. Hiszen ugye a globális felmelegedés következtében van egy olyan probléma, hogy bizonyos vektoroknak a kiterjedtsége megváltozott. Tehát ennek következtében... Vektorok azok, amik szállítják a vírusokat. Tehát például, amíg meglepetés volt, hogy a Póvölgyében előfordult csikungulya láz, ezt kimutatták, hogy azok a szúnyogok, amik ezt képesek átvinni, ezek az Alpon keresztül vezető autópályáknak a parkolóiban megtalálhatók, mert autókkal el lehet vinni egészen Németország. Ugye Olaszországnak melegebb az éghajlata, de így eljut. Ugyanígy mondjuk azok a vektorok, amik Magyarországon most már terjesztik a nyugat-nílusi láz, tehát ennek a vektoroknak a kiterjedtsége, ez mindenképpen fog nőni. A globális felmelegedés következtében a világnak egy jelentős részén egyrészt kiszáradnak a termőföldek, ez például az embereket menekülésre készteti, vagy bekényszeríti a nagyvárosokba, ahol a nagyvárosokban a fertőzéseknek, a terjedésének a adottsága sokkal inkább megvan. Hát látjuk azt is, hogy visszatérve egy kicsit a Covidra, hogy tulajdonképpen az amerikai nagyvárosokban, ahol a latinok vagy a feketék sokkal sűrűbben laknak, sokkal nagyobb a fertőzés gyakorisága, a fertőzésnek az átadásának a lehetősége. Tehát ebben együtt a minek után emberek kénytelenek elhagyni az eredeti életterüket és az eredeti mezőgazdasági termeléssel való életüket a nagyvárosokból, vagy esetleg más világrésze, vagy Európába menekülnek, esetleg hozva magukkal bizonyos kórokozókat, és erre is van abszolút példa. A másik nagy gond, és éppen a globális felmelegedés, a népességnek a túlszaporodása, hogy fehérjével el kell látni az emberiséget. Na most, hogyha a nagyipari fehérje termelésnek a egyik formája broiler csirke, de ugyanígy nagyipari haltermelésben is bevetnek antibiotikumokat hozamnövelésre, illetve megelőzendő, hogy az állatok időnek előtte elpusztuljanak. Na most ennek a következtében, amit Magyarországon abszolút le lehetett már mérni, hogy például a csirkékből származó kampilobakterek kinolon rezisztensek, mert ugye kinolon származékkal csepegtetik a broiler csirkéknek a vizébe kerül egy kinolon származék, de ugyanígy még riasztóbb volt, hogy a Kínában felhasználják az utolsó egyébként tartalék antibiotikumunkat, a kolisztint, hozamnövelésre, a sertéstenyésztése, mert ennek következtében az egyébként nem nagyon rezisztens eserhia a kóli baktériumok kolisztin rezisztenciája megjelent. Ez a gyakorlatba lefordítva azt jelenti, hogyha nekem egy fertőzésem van, amit eddig antibiotikummal tudtak volna kezelni,
az most feladja a leckét komolyan az orvosoknak. Így van. Mm-hmm. Tehát a másik a szintén a csirkék, tehát ugye a nagyüzemi tojástermelésbe felhasználnak olyan kefalosporin antibiotikumokat a tojásokba injektálva, aminek a következménye az, hogy ma a lakosságban egész egyszerű húgyúti fertőzésekben találkozunk úgynevezett extended spektrum bétalaktamás termelő Escherichia kólikkal. Tehát ez a gyakorlatban mit jelent? Az azt jelenti, hogy limitált azoknak az antibiotikumoknak a száma, amit én még nyugodtan tudok adni a betegnek. Tehát ez egy világban élünk, és akárhol beleavatkozunk a rendszerbe, le kell mérni ennek a esetleges káros következményeit. Most ugye itt a nagyüzemi fehérje, állati fehérje termesztése, a rezisztencia vonatkozásában egy óriási problémát jelent. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem most a járványokat, a élettere, vagy az élő lényeknek a élettere beszűkül azzal, hogyha például a trópusi őserdőket kivágjuk, és az állatok olyan helyzetben kerülnek kontaktusba mondjuk a nagyvárosi emberiség, ami eddig nem volt példa. Tehát mondjuk az ebola is nagyon izgalmas módon nem csak az őserdőben, vagy a trópusi erdőben élő embereket érintette, hanem borzasztó gyorsasággal terjedt az ebola nyugat-afrikai országokban, nagyvárosokban. Tehát egy olyan világban, ami ilyen szempontból aggasztó, és nyilvánvaló, hogy újabb és újabb kihívások fognak jelentkezni, és nyilvánvaló, hogyha fölbukkan egy ilyen vírus, amelyek relatíve nagy a fertőző képessége, és ez egy túl népesedett területen, mondjuk Lombardiában pillanatok alatt átadódik, akkor ilyen katasztrofális helyzetekbe tudunk belekanyarodni. Viszont akkor lehet azt mondani, hogy ha nem is előnyös kimenetele van a COVID fertőzésnek, vagy a jelenlegi járványnak, annyi előnye azért lehet, hogy most legalább a döntéshozókézbe tudnak kapni, hogy mennyire fontos területről van szó, és történnek ebben az irányba fejlesztések, akár Magyarországon, akár nemzetközi példákat megnézve? A világban, hogy ez mit fog eredményezni, ez egy a gondolkodásban abszolút benne van az, hogy változtatni kell. De hát azt kell mondani, hogy azért a nyugati országokban egy intenzív osztályon, visszatérve az én szakmámra, természetes dolog, hogy naponta megjelenik az infektológus, és megmondja, hogy hogyan kell kezelni a beteget. És ez Magyarországon meg nincs így. És kérdés az, hogy tisztán az infektológus képzésben el lehetne valami olyan előrelépést érni, hogy tényleg legyenek jól képzett infektológusok, akik válaszolni tudnak a különböző szakterületeknek a kérdéseire. Mivel lehetne ön szerint vonzóvá tenni ezt a szakmát a fiatal orvostan hallgatók számára? Hát egyrészt a négy orvosegyetemen rendesen működő önálló infektológiai tanszéknek kellene lenni. És ugye ez évek óta, vagy évtizedek óta nincsen. Tehát nem most önálló. Milyen keretek között oktatják az infektológiát? Tehát belgyógyászati klinika alá van rendelve a Szegeden és Pécset. Debrecenben ott van valami klinikaszerűség, tehát infektológiai klinika. Budapesten pedig hát a tanszék a Délpesti Centrum Kórház, Szent László Kórház telephelyen van, de maga a képzés az a gyerekklinika alá van betolva, önálló tanszékekkel lennének lenni. Na most ugye a tudományról tudva levőle, hogy ebben hierarchia van, tehát ehhez PhD-val rendelkező, vagy publikáló emberek kellenek, hogy megkapja a maga rangját. Olyan szempontból speciális az egész Magyarországon, hogy a Szent László Kórház, mint nem országos intézmény, de betöltötte ezt a funkciót,
nem volt egyetem alá berendelve, tehát nem épült bele az egyetemi hierarchiába, és mondjuk ez a PhD, meg habilitálás, meg ilyesmi, ez nem volt szükséges, hogy ott meghatározó szakemberek legyenek. Én úgy tudom, hogy az egészségügyi szakmai kollégium infektológia tagozatának volt a vezetője egészen a közelmúltig. Nem tudott volna ott kifejteni esetleg ilyen nyomást a döntéshozókra, hogy ezt aktívabban tudják kezelni ezt a helyzetet? Azt gondolom, hogy hát egyrészt ugye ebben felelősségem van, és lehet, hogy nem jól csináltam a dolgomat, azért ezt komolyan át kell gondoljam, és ezt mindig föl kell vessem magamnak. Hogy nem tudom, hogy mennyire nyitott az egész magyar orvostársadalom erre a kérdés. Hát mindenkinek megvan a maga szakterülete, és minden szakterületet legalább annyira fontosnak érez, mint amilyennek én érzem. Minden szednek maga felé. Igen. Tehát kvázi azt kell mondjam, hogy bűnösnek is érzem magam, hogy annyit értem el, amennyit elértem ezen a területen. Volt egy időszak, amikor volt valami ígéretes előrelépés, amikor számomra egészen váratlanul ezt a megtisztelő címet megkaptam, és próbált az ember tényleg valamit tenni annak érdekében, hogy valamennyi szakmával megismertesse az ember, hogy ennek milyen jelentősége van. Ami annyit jelent, hogy tehát azt akarta az ember például elérni, hogyha már ez így szóba került, hogy a belgyógyászati, a bőrgyógyászati, az intenzív terápia, szintartó és alapképzésbe legyen egy blokk mindig a fertőző betegségekből, és hát ez kezdetben voltak ilyen ígéretes, vagy voltak ígéretek a döntéshozók részéről, aztán ezek mind nem valósultak meg. Ha megnézzük egy kicsit ezt a szakmai kollégiumot, mi ennek a funkciója, vagy mi ennek a szerepe? A politikai döntéshozóknak próbálnak tanácsokat adni, kikérik egyáltalán az önök véleményét, vagy milyen hangsúllyal jelenik meg az önök döntése mondjuk, vagy az önök véleménye egy-egy döntésben? Hát az a helyzet, hogy a szakmai kollégium, ebben a struktúrában a szakmai kollégium, amikor fölállt, akkor nagyon ígéretes volt az egész. Ez mikor volt? Szocska minisztersége, vagy államtitkársága alatt. És akkor csomó minden elkezdett virágozni, részben olyan szempontból, hogy a szakmai kollégium, illetve a hozzátartozó tagozatnak el kellett volna indulni azon a korszerű és hiányzó úton, hogy Magyarországon jó színvonalú guideline-ok, ajánlások legyenek az egyes kórképeknek a kezelésére. És aztán hát, ahogy változtak az idők, egyre kevésbé volt a szakmai kollégiumnak ilyen aktív szerepe. Hát kérdés az, hogy ugye, akik benne voltunk, de hát nagyon sok kiváló szakember volt benne, tehát hogy nekünk kellett volna kezdeményezni bizonyos dolgokat, de ez az aktivitás, ez szépen lassan elhalt. Pedig kezdetben arról volt szó, hogy tanfolyamokat rendeztek abban a vonatkozásban, hogy megtanuljunk jól guideline-t írni, ha nem is tudnánk, mert nem olvasunk elég guideline-t. Szóval, tehát igen. A másik, ebben is az egy gond volt, hogy tulajdonképpen a multidisziplináritást nagyon nehéz megoldani Magyarországon. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, mert hát nyilvánvaló, hogy ha valakinek van egy comnyaktörése, vagy egy ízületi protézis beültetése, ennek van egy ortopédiai vonatkozása, van egy anesteziológiai vonatkozása, hogy kit operálhatok meg, és van egy infektológiai vonatkozása. Tehát, hogy milyen antibiotikum profilaxist adjak, stb. Milyen előzetes vizsgálatoknak tegyem ki a beteget. Tehát multidisziplináris. Na most ez Magyarországon érzésem szerint nem működik. És ez kimúlik, hogy nem működik megfelelően? Nem, tehát nincsen benne
szerintem igazából a kultúránkban valahogy, hogy ne csak a saját szűken vett területen, tehát hogyha én megnézek egy amerikai guideline-t, akármilyen területet, tehát mondjuk szívbelhártya gyulladás, az engem nagyon érdekel, hát abba van szívsebész, abba van infektológus, van mikrobiológus, stb. A szerzők között, van szívultrahangos, stb. Stb. Tehát multidisziplináris. Ez együttműködés hiánya leginkább, vagy hát, hogy nézzük? Hogy párbeszéd hiánya, vagy tehát, hogy speciálisan az én szakmám szempontjából felmerül az, hogy tudják-e, hogy ez a szakma mit is tud, és mit jelent. Vannak helyek, ahova én járok, és jó a személyes, akkor azt fölismerik, és értékelik, és a többi. Tehát nincsen gond. De hogy országos szinten ez talán nincsen meg, nem tudom, mi a igazi magyarázat. Hogyan lehetne ezen javítani? Mert szerintem most ez elég sok embert érdekel, lehet, hogyha látjuk, hogy most itt hogy működik járvány. A járvány kezelése, mi múlik az orvosokon, mi múlik mondjuk a politikusokon, hogyan lehetne akár ezen a szinten is összekapcsolni az embereket? Nem tudom, nem tudok jó választ adni erre a kérdésre. Visszatérve arra a kérdésre, hogy a járvány kapcsán egyébként a EMMI a különböző lépéseiben teljesen, hogy is mondjam, váratlanul, de odafordult a szakmai kollégiumhoz, és a nagyon rövid határidőkkel, de valamennyi szakmának a véleményét kikérte a járvány kezelésével kapcsolatban, illetve hát, hogy mikor kell szüneteltetni az ellátást, stb. Na most nyilvánvaló, hogy minden szakma a saját szakmájában megtalálta azt az angol száz szakirodalmat, ami alapján döntéseket tudott hozni. Viszont nekem pont emiatt furcsa az, hogy itt voltunk a második hullámnak nagyjából a, nem tudom, harmadik hetében, amikor hirtelen átszervezték ezt az egészet. Mi volt ennek az oka ön szerint? Birtokunkba jutott az a felmentő levél, amit Kásler miniszter úr írt önnek, abban semmilyen indoklás nincsen. Nem, mert más is ugyanebben a helyzetbe került. Más is. Nem, tehát mondjuk nem csak az én szakmámat érintett. Tehát mondjuk az én szakmámban egy kicsit furcsa. Igen, ezért próbálom megfejteni, hogy mi lehet ennek semmi, az oka ön szerint. Sem. Jó, hát próbáltam megnézni egyébként azt is itt az adás előtt, hogy hogyan alakult át az új struktúra, de elég hosszas kereséssel is csak egy olyan PDF dokumentumot találtam, ami mindössze e-mail címeket tartalmaz, semmit mondóan nevek nélkül. Lehet az, hogy akkor a kormány most már nem is nagyon akarja kikérni a szakma véleményét? Ezt nem tudom megmondani, hogy mire használódik. Tehát amikor én oda kerültem ebbe a pozícióba, akkor nagyon úgy nézett ki, hogy döntésekhez azért csináltak azt a struktúrát, hogy háromtagú tagozat, aki a pillanatnyi akut helyzetre tud gyorsan válaszolni, mert ugye, és volt egy tanácsadó testület, vagy tanács, amelyikre viszont például rá lehetett lőcsölni azt, hogy írjon guideline-t. Ez egy nagyon jó elképzelés volt, és akkor mondom, hogy az elején ez abszolút működött is. Tehát tényleg úgy érezte az ember, hogy kompetensen kell választ adjon bizonyos kérdésekre. Egyébként mielőtt ez a felállás volt, akkor ilyen 12 tagú volt a szakmai kollégium, ez nagyon régi intézményről van szó, de és az a 12 tagú, régen egy osztályvezető főorvosi kinevezéshez ki kellett kérni a szakmai kollégium véleményét. Egy másik ilyen terület, ami elhalt, és annak idején, amikor én ebbe a pozícióba kerültem, eléggé meg is voltam ijedve, hogy fogom ezt művelni,
Mégpedig az, hogy véleményezni kellett az akkreditációját a bármilyen továbbképzésnek. És az akkreditáció ugye azt jelenti, hogy nem csak hogy a színvonalát kell meghatározni, hanem az avval szerezhető, egy-egy tanfolyammal szerezhető pontot. Ez is szépen lassan elhalt, és akkor az mondjuk másfél-két évvel ezelőtt azt várták el tőlem, hogy akadályozzam meg, hogy bizonyos sarlatánok akkreditált tanfolyamot tarthassanak, és tartottak, de pontosan tudom, hogy tartottak, rendszeresen. És akkor... Hogyan lehetett volna megakadályozni? Ez a folyamat létezik, akkor azt lehetett volna mondani, hogy tudva levőleg egy szélhámos tart előadást valamiről, azt nem engedélyezem. Tehát ez... Hát viszont egy ilyen nem engedélyezéssel viszont mártír szerepbe lehet kényszeríteni azokat a szélhámosokat, ahogy ön nevezi, és onnantól kezdve még nagyobb publicitást kaphat, ugye. De ne lehessen ezért kreditpontot kapni a képzésem. De világos, tehát itt a képzés alatt. Az egy másik dolog. Persze. Tehát ugye az rendben van. De hogy lehet téves eszmék alapján kreditpontot osztani valakinek? Nem? Hát ebben van valami, viszont mi lenne a megoldás akkor ön szerint? Hogyan lehetne ezt szakmai keretek közé terelni, hát akár a jelenlegi eszközök segítségével? Újból helyzetbe kéne hozni a szakmai kollégiumot. Tehát enélkül a szakmai kollégiumnak ez lenne a feladata. A mostani COVID helyzetet a világ összes állama különböző féleképpen próbálja kezelni, és szerintem nincsen olyan ország a világon, aminek a döntéshozóit ne érné ebben a pillanatban kritika, tehát nyilván egy új járvánnyal állunk szemben. Nagyon sok mindenben hasonlítanak, ugye, mint ez a korábbi járványokra adott esetben, de mégis lehet most már akár következtetéseket levonni mondjuk egy infektológus szemszögéből, hogy mondjuk Magyarországon vagy külföldön mik azok a pontok, ahol jól kezeljük ezt a járványt, és mi az, amin változtatni lehetne vagy lehetett volna? A döntéshozók ebben a járványban állandóan egy válaszút előtt álltak. Ugye az egyik hangsúlyos probléma a munkahelyek megőrzése, egyáltalán a gazdaság működtetése, a másik, hogy ne terheljük túl az egészségügyet, tehát bírja az egészségügy a megszaporodott esetek számával, és ezért kell esetleg valamiféle korlátozó intézkedést hozni, annak ellenére, hogy az mondjuk a gazdaságot befolyásolja, és a harmadik az mindenképpen a néphangulat. De ugye a néphangulat vagy meg van riadva, amikor egymás után szirénáznak a mentők, és viszik esetleg, vagy nem tudják elszállítani a halottakat. Ez ekkora a néphangulat természetesen sokkal toleránsabb a korlátozó intézkedésekkel, míg abban a periódusban, amikor mondjuk például nyár, vagy augusztus volt, amikor még nem látszott világosan, hogy mekkora lesz a baj, akkor nem, intoleránsak, és semmiképpen nem hajlandók semmiféle korlátozó intézkedés, vagy még a józan paraszti észsel a maszkviselést, vagy a távolságtartást semmi se betartani. Tehát én azt gondolom, hogy egyetlen döntéshozó sem tudja mind a három szempontot megfelelő időben jól kezelni. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzet. Ugye nézzük például az aktuálisan, ami nagyon elgondolkodtató. Napjainkban mennek a pedagógus, szociális munka dolgozóknak a szűrése, amikor is ez egy nagyon jó szándékú kezdeményezés abban az értelemben, hogy legalább az iskolákat egyrészt tudjuk kívül tartani a vírusokat az iskolán, másrészt ne kelljen bezárni az iskolákat. Ugye ennek van egy nagyon fontos aspektusa, hogy ha egy-két év kimarad a gyerekek életéből, a szocializálódás szempontjából, nem csak az a baj, hogy a szülőnek otthon kell maradni, és kimarad a munkahelyéről, hanem a gyerekeknek a értelmi és szociális fejlődéséhez hozzátartozik az, hogy iskolában járjanak és társadalomban
beleilleszkedjenek. Tehát, hogyha az iskolákat így mentesíteni tudnánk a vírustól, és mondjuk ez egy jó kezdeményezés, amikor a pedagógusok nem vállalják fel, hogy megszűrjék őket, azért, mert vírusszkeptikusak, azért, mert félnek, hogy megkotorják az órukat, harmadrészt pedig nem akarnak betegállományba menni, mert nem fognak csak 60%-os betegállományt kapni, és nem 100%-ost, mert hogyan bizonyítják be azt, hogy ő nekik iskolában szerzett fertőzésük van. Tehát megint egy lépés, amit lehet pozitívan is, és negatívan is interpretálni. Nyilvánvaló az is, hogy az első hullámban a nagyon szigorú restrikció egy olyan ismeretlen folyamat ellen indult el, amitől rettegtünk. Tehát én magam, aki abszolút nem félek a fertőző betegségektől, és kimentem az utcára, akkor leléptem a járdáról, ha jött volna velem szembe valaki. Hát ez ma eszembe nem jutna. Tehát ugye akkor egy ismeretlen jelenséggel álltunk szembe. Az, hogy augusztusban lehetett érezni az első pápai hídgyűlés rendezvények után, hogy itt baj lesz. De hogy mikor kell belépjen korlátozó intézkedésekkel a döntéshozó, ez megint egy baromi nehéz kérdés, mert ugye ott vannak a foci rajongók, akik még ugye 10 nappal ezelőtt szívesen ölelkeztek egymással a NB1-es meccseken. Biztos most is szívesen ölelkeznének. Nének, igen, tehát meg is fogalmazták ezt. Tehát hogy lehet jól kezelni ezt a járványt? Nagyon nehéz, és nagyon nehéz, a másik meg az a szabadságjogainknak a korlátozását jelenti a maszkviselés, ami ellen ugye világszerte voltak tüntetések, és ugye a jó járványkezelés volt ugye Szingapurban, meg Hongkongban, meg Vietnámban, ahol ugye olyan telefonra történő applikációkkal oldották meg, amit viszont mi személyiségi jogunknak a korlátozásának élnénk meg, hogyha ezt bevezették volna. De nagyon engem például nagyon zavar az, hogy milyen kevesen töltik le azt az applikációt, amivel mondjuk ki lehet védeni azt, hogy a rendőr jöjjön ki. Az egy másik kérdés, hogy jelenleg nincs már apparátus kontaktkutatásra, meg a egyetemnek az adminisztrációjára. De ez van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Szerintem igazán jól senki nem tudja kezelni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy transzparens és hiteles információk jussanak el az emberekhez. Hát nyilvánvalóan nem mindig ugyanazokat a beszélő fejeket kéne látni, tehát más aspektust is meg tudna az ember világítani, szóval. Ön ugye most a néphangulatról beszélt, azt hiszem ezt a szót használta, ami ugye a társadalom egészére vonatkozó szabályokat, illetve előírt szabálykövetésekről szól. Viszont mi a helyzet azzal a szűkebb réteggel, aki kifejezetten a betegekkel foglalkozik, mondjuk az egészségügyi dolgozókra? Tehát ha a személyiségi jogok csorbulását említette mondjuk a masznál, mi a helyzet akkor, amikor az orvosok kivezényelhetők egy-egy helyre, lakóhelyüktől is távolabb akár? Hát abban a helyzetben, ami az emberekben, az orvosokban van hivatástudat, nővérekben van hivatástudat, nagyon kevesen bújtak el például az én kórházamon belül az ellen, hogy Covidot lássanak el. Tehát amíg vészhelyzet van, ez eddig szerintem többé-kevésbé problémamentes. Nem tudom, hogy mennyire anekdota és mennyire igaz történelmi tény, de állítólag a spanyol nátha idején az Egyesült Államokban orvosok próbáltak menekülni az intézményekből, és katonákkal kellett visszaterelni őket a kórházakba, hogy végezzék a munkájukat. Hát, ez fenyegethet ez a veszély itthon? Hát ezt talán nem tudom, hogy, de nyilvánvaló, mondom, szóval tudok olyan emberről, aki elbújt ezelől a... Tehát ugye, mert voltak, akik nem jöhettek, mert 65 évesek, vagy betegek, vagy nem tudom mi, de tudok olyan emberről, aki elbújt az egész dolog alól. Ha én ott lettem volna, én nem bújtam volna, de szóval ez lelkialkat dolga, hát nem különbözőképpen félünk, vagy nem félünk a dologtól.
Hosszú távon azért lássuk be, hogy régóta vannak ilyen intézkedések, amik a fiatal orvosoknak a sorsát megkötik, tehát olyan ösztöndi rendszer, ahogy aláírom, hogy 2 évig, vagy nem tudom, mit kell visszafizessek, ugye voltak ezek a Markusovszki ösztöndi, meg egyebek. Tehát ez benne van a levegőben. Igen, erre mondta egy orvostan hallgató barátom, hogy ő már kiszámolta, hogy ha kimegy gerincsebésznek az Egyesült Államokba, akkor hány hónap után tudja visszafizetni ezt. Igen. Na most, hogy ez meddig milyen visszatartó erő tud lenni egy ilyen rendelkezése? Én azt gondolom, hogy vannak mobilis emberek, vannak a világra nyitott emberek, akiket ezt nem fog befolyásolni. Olyan szempontból én azt gondolom, hogy veszteség, hogyha a világra nyitott emberek és mozgékony emberek mégiscsak az elmenést fogják választani, és be kell érjük azokkal, akik képesek maradni. Tehát ez mondjuk nem viszi valószínűleg előre a orvoslás színvonalát, hiszen ugye eleve az indul neki, akinek jó nyelvtudása van, akinek jó alkalmazkodó képessége van, stb. Az egy másik kérdés, hogy kevés olyan fiatal hagyott el engem vagy a környezetemet az utóbbi éve, akik a képességeiknek megfelelő hasonló karriert futottak be, mint amit befuthattak volna itthon. Persze vannak ilyen példák, de kevés ilyen van. A béremelés mondjuk abban a formában, ahogy megvalósult, az segíthet pályán tartani, vagy inkább itthoni pályán tartani a szakembereket? Abban különbözik a fiatal generáció, hogy nem feltétlenül az anyagiasságuk. A paraszolvenciát gyakorlatilag azt kell mondanom, mind elutasítja. Tehát azok a fiatal orvosok, akik az elmúlt években a pályára léptek, azok nem érzik. Arról van szó, hogy a fiatalok szeretnének élni. Tehát el szeretnék választani a mindennapi munkát, meg a magánéletet. És az a régi tempó, hogy reggel beteszi az ember a lábát a kórházba, és mondjuk szombat reggel, és egy 2 napos ügyeletet lenyom, és hétfőn hazamegy, ez biztos, hogy idegen a mai fiataloktól, és ezt erre a rossz szokásra nem tudja visszaszoktatni. De hát ez valahol azért érthető, hát nagyon sok szakmát látnak maguk előtt más területeken, ahol éppen persze, nem ez ahol van. Ahol van élet. Lát erre valami megoldást, hogy hogyan lehetne ezt ösztönözni, hogy pályán maradjanak? Először is azokon a helyeken, tehát azt látom, hogy ahol egy olyan vezető van, aki inspirál, aki megengedi a műtétes szakmába, hogy operáljon, képvisel egy valamiféle színvonalat, ott megmaradnak az fiatal orvosok. Erről szó nincs, hogy nem maradnának meg. Tehát inspiráló főnökök kellenek, akikben amúgy megvan az alázat a szakma iránt és a fiatalok iránt is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ha szeretnétek a jövőben is hasonló beszélgetéseket hallani, akkor iratkozzatok fel, és támogassátok a Kubitot. Sziasztok!